20 évvel ezelőtt robbantották fel saját autójában a Szentkirályszabadja és Balatonalmádi közti úton Molnár Péter vállalkozót. A nyomozást eredménytelenül zárták le még 2001-ben. Mesélje el nekünk azt, hogy mi történt az ön édesapjával, amikor ön 8 éves volt, egészen pontosan 1997. augusztusában. Igen, 1997. augusztusában nekem Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbantották édesapámat a saját autójában. Ezzel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy elég fiatal voltam, de mai napig az ügy tisztázatlan, 85 évre titkosították az aktáját, néha előveszik az ügyet, néha meg azt mondják, hogy nem találtak bizonyítékot, mégse. Molnár Péter fiával, Rolanddal a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézetben beszélgetünk. Ő ugye mondjuk ki a Balaton északi partjának volt az ura, mondhatjuk ezt így? Hát igen, volt senkinek az ura, hogy erre bizonyítékok nincsenek, ez csak a köztudomásba írett szerte, hogy ő volt a Balatonpart királya, ő uralta az egész Balatonpartot, de hát erre semmi bizonyíték, meg semmilyen kapcsolatos ügy nincsen, ami ezt alátámasztja, és ugye így kerültem én is összefüggésbe apám révén több büntetőügyben. Kinek állhatott ő útjába, az alvilágnak, vagy mondjuk a politikának? Vagy igazából erről van-e sejtése? Hát igazából én ki is mondom, hogy mind a kettőnek, ugyanis abban az időben az alvilág meg mai napig a politika az egy hullámhosszon van. Nemrégiben elővették ugye édesapámnak az ügyét megint, amit most nemrégiben megint lezártak. Úgy vették elő, hogy újabb bizonyítékok vannak a megölésével kapcsolatban, jó úton járnak. Ha jól tudom, akkor meg is keresték a nyomozók most az édesanyját, ugye? Hogy... Nemzeti nyomozótól, igen. De miért? Hát, hogy mit tud elmondani az ügyel kapcsolatban, mert újabb fejlemények vannak, kerestek valami bankszámlákat, egyet Mexikóban, másikat meg, jól emlékszem, most vagy Amerika, vagy Tájföld, nem tudom, hogy hol keresték ezeket a bankszámlákat, hogy hát tudják, hogy volt két ilyen bankszámla, ugyanis tudják, hogy nagy értékű pénzzel rendelkezett édesapám, de ugye nincs meg semmi. Volt a budapesti rendőrkapitányságon, vagy a Nemzeti Nyomozóirodából a piros sportautója édesapámnak, ami forgalmival együtt eltűnt a rendőrség parkolójából. Kocsikulcsa, mindennel együtt. Mai napig egy levelet nem kaptunk, hogy az mi van. Most közölték édesanyámmal, hogy hát tudják, hogy mi van a kocsival, meg tudják, hogy a lakással is mi van, de hát az olyan régi ügy, hogy ezzel ők nem foglalkoznak, mert ez már lévőt. Tudják, hogy hamis az adásvételi, tudnak mindent, tudják a bűncselekményeket, de ők a gyilkosságra vannak ráállva. Roland többször is összetűzésbe került a törvénnyel, de szerinte ezt nagyrészt annak köszönheti, hogy édesapja miatt kimondottan utaztak rá a rendőrök. Mikor volt először büntetve és miért? Hát legelőször 2008-ban kezdődött egy eljárás ellenem, egy buszpályaudvaron. Volt egy verekedés, én fennültem a buszon, leszálltam, szétválasztottam a két felet. Folyamatosan nyomozati szakban, ugye édesapám révén, hogy mit képzelek, ez nem a 90-es évek, stb. Stb. Nyomozó úr tanúként hallgatott ki végig, se terhelő vallomás nem volt rám, se kamerafelvétel, lezárta tanúként az ügyet, felsőbb utasításra, folytatólagos kihallgatásra visszadobták nyomozati szakba az ügyet, begyanúsítottak, és székai bűnsegédet állapítottak meg, hogy a jelenlétemmel buzdítottam a társamat, és 1 évet kaptam érte. Letöltendő? Nem, 2 évre felfüggesztve. Így kezdődött, utána... De már ekkor érezte, hogy ennek köze van ahhoz, hogy ön kinek a fia? Természetesen a bíróságon már, nem mondom ki a bírónak a nevét, ugye, a bíróságon már úgy fogadtak, hogy magát több éve ismerjük. Néztem hátra, hogy hát mondom, engem, hát mondom, életemben először vagyok bíróságon. Jaj, Roland, ne csinálja, azt mondja, tudj, magát van olyan ember, aki nem ismeri itt a megyében. Mondom, persze, biztos van. Ha, az óvodások, meg a nyugdíjasok. Így kezdődött. De miért? Ön egyébként ismert figurája volt mondjuk az éjszakának? Vagy miért mondhatta ezt a bíróság? Véleményem szerint nem. Véleményem szerint nem voltam egyáltalán ismert az éjszakában. Mivel foglalkozott egyébként? Hát én iskolás voltam, ugye egy részben, mert ugye 22 évesen előzetesben voltam, és Németországban volt egy vállalkozásom, meg Balatonalmádiban volt egy kocsmám. A A buszpályaudvarosba a hé után kábítószeres ügybe keveredett. Erős fogyasztó voltam, bekerültem ebbe a 2010-11-es designer-drogos, ilyen internetes kristály drogokkal, azt fogyasztottam, és akkor megismertem a másodrendű VF-et 2011. decemberében, akinél jó minőségű spidet lehetett kapni. Én vásároltam több alkalommal saját fogyasztásra kábítószert. Ez a kapcsolat 12 áprilisáig tartott, amikor őt elkapták, és az ügyészség úgy állította be, hogy hosszú időn keresztül folyt a kábítószerterjesztés, de hát 3,5 hónapig ismertem. Eleve lehetetlen, hogy hosszú időn keresztül ennyi idő alatt kialakítson valaki egy ilyet. És akkor hát elindult a büntető, ugye előzetes letartóztatás, amíg a városügyészségen volt az ügy, nem volt el nem semmi bizonyíték. Tanúvallomás se, csak ez a védett tanújé, meg a másodrendű, akik összebeszéltek. És onnantól kezdődött az egész probléma, hogy 12. szeptember 14-én több helyen tartottak házkutatást, ez fönn volt a tévében is, hogy Veszprém megyei legnagyobb drogtettenérés, és nem találtak semmit. Ott voltak fél napon keresztül házkutatáson kutyákkal, hogy már pedig itt kell lenni a kábítószernek. Már akkor az ilyen fehérje gyúros poromba kötöttek bele, mire egy nagy darab gyúros nyomozó röhögte ki a tekkeseket, hogy ne vicceljetek már, hát azt mondja, ez banános fehérjepor. Nem találtak semmit, ez a védett tanú egyszer nyáron rám küldte a rendőröket, Balatonalmádiba édesanyámmal mentünk, akkor is 3 kocsival fogtak minket közre, bekísértek minket a Balatonalmádi pedinparkolóba, akkor is nagy mennyiségű kábítószert kerestek. Ugyanazt mondta ez a védett tanú, hogy ott a kábítószer a kocsiba, átkutatták az egész kocsit, édesanyámat a biztonsági szobába, a Penny Marketnek a meztelenre vetköztették, engem is nem találtak semmit, és ott is szembesültem azzal, hogy az ottani nyomozó, meg a legfelsőbb nyomozó, aki kijött, Péter, mondja meg, hol a kábítószer, tudjuk, hogy itt van. Már édesanyám szólt rá, hogy azt mondja, ő nem Péter, ő a Roland. Mi volt a pontos gyanúsítás, illetve a vád? Kábítószerbe először csekély mennyiségre elkövetett kábítószerterjesztés volt. Ez még a gyanúsítás? Az a gyanúsítás. Tehát még a rendőrségi szakban. Utána átvette a megyéügyészség, felszólították, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerfogyasztás volt. Utána meg bűnszövetségben elkövetett kábítószerfogyasztás volt. Kereskedelem. Kereskedés, igen. Én első bűntényesként full enyhítő körülményekkel, kiskorú gyermek, nagypapám gyámja, kétféle drogprevenciót elvégeztem, akkor fogyasztás iránt beismerő vallomást raktam, kaptam 6 év 10 hónap fegyházat. Operatív megfigyelés volt ellenünk nagyon sokáig, és akkor beleröhög a nyomozó a képembe, hogy nagyon rafinált egy gyerek vagy, nem tudtalak lekapcsolni, de majd a bíró úgyis el fog ítélni. Úgy érzi, hogy bosszú volt a hatóság részére, hogy az édesapja ellen nem tudtak, tehát ő ellen nem volt büntetőeljárás, ugye? Nem volt büntetőeljárás, soha nem tudták semmivel bebizonyítani azt, hogy ő bármi olyan illegális dologgal foglalkozna, vagy bármivel csinálna, ami a törvény büntet. Öntől valaha foglaltak le kábítószert? Egyszer sem. Semmit? Egyszer sem foglaltak le kábítószert. Se házkutatáson? Se házkutatáson, se amikor Balatonalmádiban rám jöttek, se amikor elvittek. Még vége sem volt a kábszeres ügynek, újabb eljárást indítottak ellene. A kábítószeres ügyek kapcsán, ebben a későbbiekben kitérek, volt egy védett tanú, aki egy másik ügy kapcsán iratismertetésen kikerült az aktája. És a barátom benne volt abban az ügyben, én nyomkövetővel házőrzetbe tartózkodtam, leküldte nekem az aktát, amiben nyilvánvaló volt, hogy ki a védett tanú és milyen vallomásokkal terhelt engem. Erre én felhívtam telefonon, hát nekem a barátom volt. Hú, Roli, először tagadta, utána ne haragudjak, a nyomozók kényszerítették erre, és akkor ez volt a tanúk befolyásolása, de én nyomkövetővel házőrizetbe tartózkodtam, nem is volt feljelentés ebből. Azt mondta a tanú, hogy ő elmegy az ügyészségre, és hát a védett tanú elmondja az igazságot, sajnálja, bocsánatot kér, elnézést, és írta az SMS-be, hogy a családját, a Katát hagyjam ki ebből, kérlek, mert én a feleségét is felhívtam telefonon. Kértem egy ügyészi meghallgatást, mert megígérte a tanú, hogy bemegy az ügyészségre, mondja, nem értem el 3 napon keresztül, ki volt kapcsolva, megadta az új számát is, hogy a másik számát hallgatják, az új számát írja, mind a 2 száma ki volt kapcsolva, nem értem el, azt mondta, hogy péntekre van időpontja az ügyészségre, be fog menni, el fog mondani. Nem értem el se péntek, se szombat, se vasárnap, szóltam az ügyvédjeimnek, kértünk egy ügyészi meghallgatást, akkor fogadtak az ügyészségen, becsatoltuk a hívás listát és az SMS-eket, én benyújtottam, és az ügyészség csinált nekem egy ügyet belőle. Se feljelentés, semmi. Tehát az alapján, hogy ön azzal fordult önképpen az ügyészséghez, hogy a védett tanú beismerte, hogy hazudott? Így van. És mik szerepeltek pontosan ezekben az SMS-ekben, amit a védett tanú írt? Sajnálom, bocsánatot kérek, rendezni fogom ezeket a dolgokat, ezen már nem tudunk mit megbeszélni, a családomat és a katát hagyd ki ebből, kérlek. És erre a szóra, az SMS-re, hogy a családomat és a katát hagyd ki ebből, kérlek, ez az ügyészség szerint arra utal, hogy én megfenyegettem a védett tanút. Ebből is megvan az ítélet? Ebből is kaptam, úgyhogy kértem poligráfos vizsgálatot, elfogultságot jelentettem be. Mindent elutasítottak, A-tól B-ig, pedig saját költségre kértem, és kaptam 2 év 5 hónap börtönt. Nagy valószínűsége egyébként maga az első Magyarországon, akit tanúbefolyásolásért letöltendő börtönre ítél. Így van. Több jogásszal vettük fel a kapcsolatot, több ügyvéddel, mint egy volt győri katonai főügyész védett engem, nem mondom a nevét, egy pesti volt törvényszéki bíró, PA, ő volt az ügyvédem egy ügyből, meg 2 másik veszprém ügyvéd, azt mondta, hogy ilyen ügyről még nem hallottak, akit elítéltek volna ilyenért. Bárhol nézték az internetet, a jogot, semmi, azt mondták, hogy ez lehetetlen. Pedig nem az. Sőt, Rolandra az ügyészség már egy ittas járművezetésért is letöltendőt kér. Pedig jelenállás szerint a férfi még az újabb ügyek nélkül is jó ideig börtönben marad. Mennyi most az összbüntetése? Egész pontosan? 8 év 5 hónap. Mikor szabadul? Hát jelenállás szerint 2023. február 22.